Jó estét kívánok, kedves nézőink! Egy éjszakás kaland beharangozójára hívom meg most Önöket, hiszen ez a címe az idei múzeumok éjszakájának, pontosabban ilyen felhívással várják országszerte a múzeumok látogatóit, azokat is, akik már jól ismerik a környékükön, vagy esetleg az országban működő múzeumokat is, és azokat is, akik ezen az éjszakán szeretnék megismerni, hogy mit is kínálnak számukra ezek a kiállító helyek. Egy éjszakás kaland, hogy minél több kulturális élmény szülessen. Sátoraljaújhelyben, és mondhatom, a Sárospatakon is elkényeztetett helyzetben vannak az itt élők, hiszen a Múzeumok Éjszakája programsorozat indulása óta igyekeztek az itt lévő múzeumok kapcsolódni ehhez az országos programhoz. Így van ez idén is, és hogy minél színesebb legyen a program és élménydúsabb, a sátoraljaújhelyi múzeumok egymáshoz kapcsolódva egy programcsomagot állítottak össze. Köszöntöm a stúdióban Géciné Nagy Máriát, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum múzeumpedagógusát, Nyíri Péter megbízott főosztályvezetőt a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Nyelv Múzeumától, illetve Sáfrányos Krisztián őrnagyot a sátoraljaújhelyi fegyház és börtöntől. Nem lóg ki a sorból Sáfrányos Krisztián úr sem, hiszen a Börtönmúzeum már évek óta kapcsolódik ehhez a programhoz, és a rabomobil ebben az esetben teljesen, erkölcsileg teljesen tiszta embereket szállít. No hát kezdjük is az elején. Múzeumok éjszakája. A Kazinczy Ferenc Múzeum nagyon sok évvel ezelőtt, talán még a kezdeteknél csatlakozott, utána volt egy kis szünet, és most ismét milyen programokkal várják ide a vendégeket. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a kedves múzeum barát látogatókat, leendő látogatóinkat. A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum 2007-ben csatlakozott első alkalommal és egyetlen alkalommal a múzeumok éjszakájához, és most már, mint a Petőfi Irodalmi Múzeum részeként újból szeretnénk bekapcsolódni ebbe a programsorozatba. Munkatársaink már nagyon várják ezt a programot, ezt az alkalmat, hogy karöltve összefogva a helyi múzeumokkal megrendezzük ezt az alkalmat. Nálunk 19 órától lesz a kapunyitás, és hogy annak idején is volt, és nagyon kellemes vízhangja volt, a Hangász 4-es fogja az erkélyről hívogatni az éjszaka látogatóit, a múzeum látogatókat, majd Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntő szavait hallhatjuk, és utána majd bent a múzeum belső udvarán fog folytatódni a program. Nálunk Várakozás népi mulatsága lesz a címet, adtuk ennek a program sorozat, ami egyig, illetve ki meddig bírja, addig fog tartani. Három dalkör lett meghívva hozzánk, a Halomdalkör, az Aranyősz Művelődési Egyesület és a Csepeli Hagyomány Óvóhely tagjait várjuk szeretettel hozzánk, illetve a Bokréta Művészeti Iskola táncosait. És velük együtt lesz kerek egész. Igazából Gárdonyira van kihegyezve, Gárdonyi Gézára ez az alkalom, a múzeumok éjszakája, és a feladatlapot is Gárdonyi Gézáról készítettük, amivel összefogjuk a három múzeumot. Mi Gárdonyihoz úgy kötődünk ezzel a népi mulatozással, hogy Gárdonyi Géza népdalokat is írt Dankó Pistának. Tehát egy idő után Dankó Pista nem is adott ki népdalokat a kezei közül, csak amikor Gárdonyi Géza tényleg megnézte és rendben találta, tehát így kapcsolódunk a népi mulatsággal Gárdonyihoz, illetve a múzeumok éjszakájához. Batyús szalonasütésre is várjuk a kedves vendégeket, valamint nálunk is tiszteletét teszi majd Balázs Géza nyelvész, aki nálunk is, szép halom után nálunk is kihirdeti majd az év szavát. És 11:30-kor a Szent Iványi tűzugrás következik el, ami még nálunk egy kicsit különleges vagy másabb, hogy lámpaoltás keretében, tehát lekapcsoljuk a világítást a múzeumban, és elemlámpával sötétben egy tálatlátogatást lehet végigélvezni majd az éjszaka folyamán, igény szerint több alkalommal. Ez valóban nagyon érdekes lehet majd a gyerekeknek, de ilyenkor ugyanúgy a meglévő állandó időszaki kiállításokat is megnézhetik, így a Gárdonyi kiállítást is azok, akik eddig még nem tévedtek be a múzeumban? Természetesen, tehát a két állandó kiállításunkkal, Kazinczy és a művészetek, a régészeti kiállításunkkal, illetve az időszaki kiállítással, Gárdonyi vándorkiállítással várjuk a látogatókat, illetve van egy kis zemplén állatvilágáról egy kis kamara kiállításunk, amit szintén meg lehet tekinteni.
Tehát ugyanúgy múzeumlátogatás is, a feladatlap elkészítése, amit ugye a három múzeum együtt készített, bárhol kezdhetik a feladatlap kitöltését a látogatók, egy helyen, ahol végeznek, a harmadik múzeumban bedobják majd egy gyűjtőládába, és kisorsoljuk a nyertest. Ennek az a célja, hogy mind a három múzeumba ellátogassanak, mindenhol megnézzék a játék, kalandozás résztvevői a tárlatokat, és ezzel is gazdagabbá váljanak. A Magyar Nyelv Múzeum, vagy az Anyanyelvű Múzeum már nagyon-nagyon régen kapcsolódott ehhez a programhoz. Úgy is mondhatjuk, hogy már szinte az első pillanattól, ahogy elindult Széphalomban az Anyanyelvű Múzeum, az igazi múzeumok éjszakája az náluk volt. Idén is nagyon-nagyon színes a program, mondhatjuk, hogy tényleg egy literatúra lesz a csillagok alatt. Hát milyen programokkal? Valóban 2008 áprilisában nyílt meg a Magyar Nyelv Múzeuma, és mi már júniusban csatlakoztunk is ez a programhoz, tehát tulajdonképpen az első igazán nagy rendezvényünk az egy múzeumi éjszaka volt, ez most a hetedik, úgyhogy ennyi éves tapasztalattal indulunk neki az idei programnak. Nálunk van egy éve a programnak, a múltból haladunk a jelen felé, és hát mindezt átfogja a maga minden változásával, ősiségével együtt is kortalan nyelv. Tudni illik, a programunk megkezdődik 18 órakor egy fáklyás megemlékezéssel Kazinczy Ferenc sírjánál. Mi tiszteletüket tesszük a Nagynyelvújtó földjén a sírja mellett. Ekkor még nincsen ugyan sötét, de hát a fáklyák szépen megvilágítják a kertet. Ugye a fák között szelíd félhomály van, és ez nagyon hangulatossá teszi ezt a programelemet. Aztán bemegy a közönség a Magyar Nyelv Múzeum épületébe, és ott folytatódik a rendezvénysorozat. Elindul egy kosztümös tárlatvezetés, amikor is Kazinczy Ferenc és Török Zsófia, a két házigazda várja a jelentkezőket, az érdeklődőket, és ők vezetik körbe a látogatókat a Kazinczy Emlékcsarnokban, a Magyar Nyelv Múzeumában is, és sok mindent elárulnak arról az időszakról, amikor ők ott éltek, ugye 25 éven keresztül Széphalmon. Aztán következik az anyanyelvi lisztit játék, ezt Kerekes Barnabás tanár úr, az Anyanyelvápolók Szövetsége társelnöke vezeti, egy nagyon izgalmas nyelvi kihívásokkal teli játék. Lesz egy előadásunk, Hújber Szabolcs tanár úr, aki dalszövegíró, is tart egy előadást a dalszövegírásról, arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek a dalszövegírásban, hogyan kapcsolódik össze a nyelvi kreativitás és a dalszövegírás. Ő a Magashegyi Underground és a Péterfi Bori and Love Band dalszövegírója egyébként, tehát egy kortárs dalszövegíró. Aztán Balázs Géza nyelvész professzor lép színpadra immár sokadik alkalommal, ő a Tetten és Szavak című rádió műsor élő kiadását nyújtja az érdeklődőknek. Különösképpen figyel arra, hogy a tréfás, humoros, nyelvi humoros részleteket válogassa össze az eddig elhangzott műsorokból, és hát újat is kínál, és azután következik az est központi programja, Szabó Balázs bandája koncertje. Szabó Balázs bandája egy fiatal és nagyon népszerű mai zenekar. Ők a Köztelevízió Nagy Színpad című műsorában harmadik helyezést értek el. Szabó Balázs a zenekar vezetője, báb színész is, dal, szövegíró, zeneszerző, és hát ők adnak egy órás koncertet. Azután következik az évszava kihirdetése. Nálunk a Magyar Nyelv Múzeumában van egy a nyelv bástyája elnevezésű helyszín, ez az akadémiai termünk, amely ovális alakú és valóban olyan, mint egy bástya, ennek a tetejéről megvilágítással szokták kihirdetni Balázs Gézáék, Balázs Géza és Minya Károly nyelvészek az év szavát, tehát a magaslatról a féle szózatként hangzik az idei évnek a legjellegzetesebb szava, az antiszava, ifjúsági szava, költői szava, és azután következik a néptánc, a tűzugrás, a Szent Iványi programhoz kapcsolódva társas táncoktatás, és hát vannak kísérő programok is, ilyenkor a nyelvi játék és a nyelvi öröm jegyében megtelik a Magyar Nyelv Múzeum a nyelvi játékokkal, készülünk benti programokkal, játszóházzal, illetőleg lesz egy szabadtéri installációnk is szintén a nyelvi humor jegyében, és hát ide kapcsolódik, bár az előző napon nyitjuk meg, megnyitunk egy Kosztolányi fotókiállítást. Kosztolányi 154 összes képéből mi 100-at válogattunk össze,
és idézetekkel együtt Kosztolányit, mint a nyelvművészt, a nyelvművelőt mutatjuk be, valamint megnyitjuk ezen a napon, szombaton már látható a Beszélő helynevek című kis kamarakiállítás, ez Kovács Dániel tanár úr és Kemecsei Balázs munkája. Ezek a köznévi jelentésű helyneveket veszik számba, és ezekből állítottak össze térképpel, képpel, tréfás, kreatív mondatokat. Visszatérünk mindannyiótokhoz a programokat egy kicsit szétbontva, de hallgassuk meg a Börtönmúzeumnak a programját is, hiszen így kapcsolódik a kettőhöz ez a harmadik. A Börtön és Végrehajtás múzeumi kiállító helye is 2008 óta vesz részt ezen a rendezvényen. Azóta sokszínű programokkal várja mindig az érdeklődőket, mindig meg is próbálunk újabb és újabb motivumokat belevinni. Most a három múzeummal kapcsolatban, ugye ez a Gárdonyi lesz majd ez a közös motivum, amit hát nem árulom el, hogy Gárdonyi hogyan is kapcsolódik magához a börtönhöz, de kapcsolódik, ez majd derüljön ki az éjszaka folyamán. Nálunk a programok 6 órakor kezdődnek kapunyítással. A kapunyítást szó szerint kell érteni, hiszen a mellette lévő ügyészségi udvarban lesz a programok nagy többsége. Itt a széljáró baladás koncertje lesz a kezdet. Ezek után a Hegyköz Néptánc Együttes programa lesz látható. Különböző hagyományőrző társulatok is részt vesznek kisebb attrakciókkal majd a magába a műsorban. Ilyen lesz például a Sátor elő IASZ klub, a Fűzéri hadtörténeti és helytörténeti kör, akik egyébként magával a személyi állományból verbuválódtak, tehát ők is a börtönben dolgoznak, nagy többségük. Maga a széljáró balladás egyébként az este folyamán még egy koncertet fog adni, az új lemezükről is egy pár dalt eljátszanak. Ezután kezdődően a programok nem egy helyen lesznek, hanem meg lehet tekinteni magának az intézetnek a technikai bemutatóját is. Interaktívan meg lehet tekinteni a szolgálati gépjárműveket parkolóban, valamint hát az állandó kiállítást is lehet látogatni. Itt kitérnék arra, hogy egy nemzetközi kapcsolat révén egy kiállítás megnyitója lesz, egy időszaki kiállítás megnyitója lesz, ahol a szlovák büntetés végrehajtás 45 éves történetét dolgozzuk fel. Ez ezen a napon nyílik meg, és természetesen látogatható is az este folyamán. Magáról a vendéglátásról nálunk is a szokásos módon Rabkocsma fog gondoskodni, és az éjszaka folyamán pedig az érdeklődők részt vehetnek olyan programokon, ami például a deres és a kaloda kipróbálása, természetesen megfelelő, biztonságos san. Ez azt jelenti, hogy maguk az állománytagok ott lesznek és segítenek, és ezekkel lehet fényképezkedni. Az este folyamán a rabomóvia fogja szállítani egyébként a helyszínek között a látogatókat, mind a három múzeum kapcsán, tehát a jelenlévő két múzeumhoz is, de Patakra is át fog menni a rabomóvia bizonyos időszakonként, hogy a látogatók egyrészt kipróbálhassák az előbb említett rabomóvit, másodszorról pedig eljussanak a helyszínek közön, és ezért a közös rendezvényen így vesz részt maga a Börtönmúzeum. Néhány bejátszás, néhány képet a beszélgetés alatt majd fogunk látni az elmúlt esztendőknek a képeiből. Ott is látszik, hogy azért ezek a múzeumok éjszakája programok mindig nagy tömegeket mozgatnak meg. Most ebben az esetben például Péter nálatok hogyan működik, amikor ilyen például kihirdetik az év szavát, tehát hogy ezek mennyire közönségkedvenc programok, szinte már várják, és ez majd később a mi újságírók is kommunikáljuk. Ez például egy nagyon felkapott és már várt program. Mik a visszajelzések egy-egy ilyen múzeumok éjszakája után, vagy kik a látogató közönségek, azok, akik egyébként is mennek múzeumba, vagy azok, akik ilyen attrakciók miatt lépik át a múzeum küszöbét? 2003-ban volt az első múzeumi éjszaka az országban, és hát az is volt a célja, hogy ilyenkor egy éjszakára ráirányítsa a figyelmet a múzeumokra, azok is elmenjenek, akik máskor egyébként nem akarnak, nem tudnak
vagy nincs kedvük, és örömmel mondhatjuk, hogy ilyenkor igen sok látogató érkezik hozzánk. Vannak olyan programok, amelyeket már kifejezetten várnak, például a Fáklyás megemlékezés Kazinczy sírjánál egy olyan hangulatos, ünnepélyes programelem, amelyre már készülnek akár a falubeliek szép hamjak, akár pedig a máshonnan érkezők, de hát immár sokadik éve mindig kínálunk valamilyen koncertet, Balázs Géza professzor fellépését várják, az évszava kihirdetése pedig szintén nagyon népszerű, egyrészt a helyszínen is, másrészt pedig utána igen nagyon sok fórumon el lehet olvasni, meg lehet hallgatni, hogy mely szavak lettek éppen az adott évnek a kitüntetett szavai, és hát ez természetesen szoros együttműködést jelent anyanyelvi szervezetekkel, múzeumbarátokkal, mindazokkal, akik a kultúra területén tevékenykednek. A Kazinczy Ferenc Múzeum esetében azért volt egy építkezési időszak, ami miatt sem tudtak csatlakozni, most pedig ezért ez egy jó bemutatkozási lehetőség, hiszen bár mi mindent megteszünk, hogy minél többen látogassanak hozzátok, de tényleg olyan kincsekre találhatnak most itt, ami például a Gárdonyi kiállítás, egy országos kiállítás kerül ide új helybe, tehát ez is már egy ajándék, úgymond, ha nagyon profán akarok lenni, mondhatom, hogy ezért az árért, hiszen még arról nem beszéltünk, hogy bár van ugye belépő, de azért ez összekapcsolódik. Tehát a Gárdonyi kiállítás imégyen is egy élmény, ha nincsenek ezek a programok, akkor is. Igen, körülbelül 2,5 éven keresztül volt zárva a Sátora-Jóhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum, és lényegében teljesen kiment a köztudatból. Tehát nagyon sok olyan helyi van, aki a mai napig, hogyha múzeum, akkor szép halom, tehát rögtön szép halomra gondol, tehát nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy igen, itt Sátora-Jóhelyben is van egy gyönyörű múzeum, és aki végül is rászánja magát és eljön, csodálkozik, hogy nem is gondolta, hogy ilyen, tehát ennyire gyönyörűen megújult, ilyen európai színvonalú kiállításokat talál benne. A Börtönmúzeum esetében pedig talán az egyik maga, hogy a hely szelleme, tehát hogy nyilván nem a rabok közé kerülnek be az emberek, de hát mégiscsak a múzeumot megtekintik, és nekem ami mindig nagyon szimpatikus, hogy ilyenkor valóban az állomány is ott van és dolgozik, és kapcsolatot teremt az ott lévőkkel, a múzeumbarátokkal, a családokkal. Nektek mi a visszajelzés ilyenkor? Nekünk mindenképpen jó visszajelzéseink vannak. A város lakosságának is, hiszen ez egy élő büntetésvégrehajtási intézet a város közepén, és mégis az emberek csak hallomásból tudják, hogy van egy börtön magában a városban, nem hallják azokat az esetleges dolgokat, amik fel hallatszanának egyébként egy börtön ablakából, de maga a nagy közönség az mindig nagyon szívesen jön. Ilyenkor kötetlen beszélgetések folyamán megismerhetnek többet az emberek egyébként magáról a börtönről. A kollégák is szívesebben tájékoztatják az embereket, kötetlenebbül beszélgetnek, tehát ez is egy varázsa, hiszen ez egy működő intézet, ezért is nem csak a történeti részt dolgozza fel maga a tárlat, hanem magát a büntetés végrehajtási szervezetet is, és aki nem ismeri, vagy nem ismerte eddig ezt a szervezetet, hiszen ez egy zárt világ, az most jobban megismerheti. Ennek kapcsán van a kiállítás is, hogy nemzetközileg is, tehát hogy ezek a szervezetek működnek másképpen, máshogyan, más problémákkal, esetleg más rendkívül eseményekkel talkították a történetüket. Ez az önálló szlovák büntetés végrehajtásnál is így volt, és ez is derüljön ki a megnyílt tárlatból. Mit lehet elmondani egyébként a Börtönmúzeumról? Mennyire került már be országosan a köztudatba? Azt mi is látjuk itt Sátoraljaújhelyek, hogy nagyon sok csoport áll egyszer-egyszer ott a bejáratnál, külön múzeológusotok is van, de hát erről egy néhány szót most itt pont rólatok van néhány kép. Igen, már a köztudatban, tehát már nagyon sok látogató, hiszen szondázzuk a látogatókat, hogy honnan érkeznek, és hány fő esetleg honnan szereztek információt magáról a múzeumról. Valaki csak kifejezetten már például Budapestről, vagy akár a Dunántúlról, és a Börtönmúzeum miatt látogat el a városba. Ez nekünk egy nagy siker egyébként, hiszen alapvető feladata a BV intézetnek nem a múzeum működtetése, és nem maga a bővítése a feladata, de ennek kapcsán ugye a tárlatban, hát itt látszik is a képeken, a turisták kedvelik ezt a kiállítást, és érdeklődnek ezután. A börtönnek mindig van egy romantikus világa mindenki számára, és ez megjelenik ezeken a kiállításokon, megjelenik a tablókon,
és nagyon nagy érdeklődéssel, ha bár meg kell vallani, hogy aki belátogat hozzánk, az mindig egy kicsit, tehát nem felszabadultan, mint egy másik múzeumban, hanem egy kicsit mindig tart magától a helytől, és magától a látnivalótól, de a tárlatvezetések alkalmával, amit a kollégáink, ugye maga a múzeológus is végrehajt, a tárlatvezetés végére mindig barátkozó van, és már felmerik tenni a merészebb kérdéseiket is számunkra, ami például egy ilyen este folyamán hamarabb előjön, egy éjszaka kapcsán hamarabb előjön, és akkor jobban lehet látni és hallani ezeket a történeteket. Az év leghosszabb napja is június 21-e Szent Iváné, de a június egyébként is hosszú a Magyar Nyelv Múzeumának, hiszen nem csak ez az egynapos program van, és ilyenkor már tudjuk, hogy anyanyelvi juniális, az anyanyelv ünnepi hónapja mindez. Hogyan ágyazódik bele a múzeumok éjszakája ebbe a program sorozatba, és mi lesz még szép halomban? Idén még hosszabb ez a program sorozat, mint szokott, hiszen már elkezdődik ezen a héten szerdán, és hát az első előadástól egészen a Bokrét Művészeti Iskola tűzugrásáig, vagy tűztáncáig tart tulajdonképpen ez a rendezvény. A vége a múzeumok éjszakája, évfélig vagy még tovább. Szerdán elkezdődik már, Sátor a jogjelben a Kazinczy Ferenc Múzeumban, az első nyelvésztábor, amelyet Balázs Géza professzor és munkatársai szerveznek. Egyébként az írótábor, a Tokaj írótábor mintájára, hasonlóan nemes célukkal, és a negyedik anyanyelvi juniális kapcsolódik össze. Ennek keretében nagyon sok előadás hallható, a élvonalbeli magyar nyelvészek és irodalmárok tartanak nagyon fontos előadásokat. Az ismeretterjesztés és a nyelvi művelődés jegyében csak néhányat említek meg, itt lesz például Pusztai János, aki a magyar nyelv eredetéről beszél, tehát nagyon érdekes lehet ez azoknak, és ahogy olvasgatjuk az interneten a híreket, nagyon sokan vannak, akik gondolkodnak a magyar nyelv eredetéről, a magyar nyelv finnugora vagy más véle voltáról. Pusztai János ennek a témának az egyik legelismertebb képviselője. Ő tart előadást, de bemutatkozik a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, vagy Csütörtökön, amely szintén a Kazinczy Múzeum napja lesz is a nyelvtanítás napja. Ott az anyanyelv pedagógia jegyében hallhatunk előadásokat. Tulajdonképpen az egész oktatási skálát lefedik az előadások, hiszen szólunk általános iskolai, középiskolai, vagy akár felsőoktatásbeli témákról, vagy bemutatjuk Balázs Géza és Mény a Károly kettes nyelvünk című kötetét, vagy Rász Jánosnak a Gyümölcs neves könyv című kötetét. Rász János a növénynevek és az állatnevek nagy szakértője. És aztán pénteken következik a nyelvstratégia napja, egy nagyon új tudományágról, tudományrészletről, az úgynevezett kognitív nyelvészetről szól Kugler Nóra. Ez is szintén érdekes lehet azok számára, akik általában a magyar nyelv iránt érdeklődnek. És aztán várjuk szép halomra Bence Lóránt professzorulat, aki az áprilisban meginduló Magyar Nyelvstratégiai Intézetnek az igazgatója, és ő szól az intézetnek a munkájáról, az együttműködési lehetőségekről. Azután nyitjuk meg a Kosztolányi fotókiállítást. Még péntek este lesz a Kazinczy Ferenc Múzeumban Nyelviszkedő írók címmel Fráter Zoltán irodalomtörténésznek egy előadása. Egyébként ő nyitja meg nálunk a Kosztolányi fotókiállítást. És hát aztán a juniálisnak ez az előadásos része szombat reggel fejeződik be, 9-kor tartunk egy konferenciát az Irodalmi Nyelvünk Szülőföldjén címmel. Ez is érdekes lehet az itt élők számára, hiszen a Károli Bibliától Kazinczy életművén keresztül a jelenkori nyelvi vonatkozásokig szólunk a tájról. Fej József igazgató úr, Balázs Géza nyelvész professzor, Kovács Dániel tanár úr, vagy éppen Pomakács Béla tart előadást. Mennyire itt igazgató és osztályvezető úr is sokszor említette, hogy érdekes lehet, de ez mennyire nyitott program? Tehát ha látom a programot, mehetek bátran, vagy ez igazán a nyelvészeknek szól? Bárki jöhet, nyelvészek tartják, de az anyanyelvi ismeretterjesztés jegyében. Tehát ezek, hogy ma használják a látogatóbarát és olvasóbarát szavakat, ezek mondjuk a hallgató vagy a közönségbarát előadások lesznek, tehát érthető nyelven szólnak az adott témákról, és valóban ez egy nyílt program, tehát mindenkit várunk. Különösen ajánljuk természetesen a pedagógusoknak vagy a diákoknak, ha például van egy olyan diák, aki végzős középiskolás, vagy még nem is végzős, de mondjuk a társadalomtudományok vagy bölcsészettudományok terén akar tovább tanulni,
akkor nagyon is érdemes neki eljönni, mert nagyon sok információt tud meg egyrészt az adott témákról, másrészt pedig hát találkozik azokkal a szakemberekkel, akik ezzel foglalkoznak, és a kapcsolatteremtés, közösségépítés céljából is nagyszerű lehet. Még talán arról szóljunk egy kicsit, hogy ezek családi programok, sok gyereket láttunk itt, tehát az a tapasztalat, hogy jön kicsi, nagy, nagypapa, nagymama, és ilyenkor egy ilyen családi program lesz a múzeumok éjszakája? A múzeumok éjszakája tulajdonképpen családi nap is, és valóban minden családtagot várunk, a legkisebbektől a legnagyobbakig, és mindegyiküknek kínálunk is programot. És hát örömmel tapasztaljuk, hogy valóban családostól jönnek el, olykor még a nagyszülőket is magukkal hozzák. Ez is a lényeg a múzeumok éjszakájának, hogy egy olyan szabad közeg legyen, ahol mindenki jól érzi magát. Azért itt Sátoraljaújhelyben tényleg el vagyunk kényeztetve, hiszen nem a tehát a legújabb, a múzeum pedagógiai szempontjából is a legújabbat tudja kínálni valamennyi intézmény. Erre van igény, erre van szükség, és hogy maga a múzeumok éjszakája is ezért találódott ki csúnya szóval, hogy az igényeket kiszolgálja. Tehát nektek mi a tapasztalat? Ezt kell, folytatni kell, és mivel van rá igény, és már 2003-tól, tehát már 11-es sztendeje megy, ennek lehet-e jövője? Mindenképpen lehet. Volt egy kis szemléletváltás a múzeumi életben, mert azt mondták, hogy a múzeumok legyenek a féle attrakciók is, és így vonzák a látogatókat. Mi azért azt mondjuk, hogy egy múzeum legyen múzeum, különösen egy tematikus múzeum, mint a Magyar Nyelv Múzeum, vagy egy területi múzeum, mint a Kazinczy Múzeum, tehát ne engedjen a szakmaiságból sohasem, és nagyon igényes programokat kínáljon, de van rá igény. És hát ennek egyik része, ahogy tapasztaljuk mindkét intézményben, a múzeumpedagógia. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat elhívjuk a múzeumba, és a kiállításokon, rendezvényeken túl valamilyen a szakmába vágó, de nagyon fontos programot kínáljunk nekik. Nálunk például a Nyelvesen című új kiállítás már úgy épült, hogy ez egy alapvetően múzeumpedagógiai jellegű tárlat, amely megmozgatja a fiatalokat, úgyhogy van igény, és egyre nagyobb az igény. Persze mi azt szoktuk mondani, hogy az anyanyelvtanulás az egy élethosszig tartó folyamat, tehát amikor mi múzeumpedagógiáról beszélünk, akkor persze elsősorban a fiatalokra gondolunk, de ugyanúgy az idősekre, a felnőttekre is, tehát ez a kettő összekapcsolódik. Tehát azt szoktuk mondani, hogy élővé kell tenni a múzeumot. Tehát volt már olyan csoportom, aki bejött a pedagógussal, és már megint múzeumba kell jönnöm, de amikor egy múzeumpedagógiai foglalkozást végigvezettem, akkor úgy elröppent ez a másfél óra, és tényleg örömmel végezték el a feladatokat, mert volt benne rajzolás, éneklés, sőt, pont akkor volt egy nyugdíjas csoportunk is, és Tino Dilantos Sebestyén Summájás énekéből énekeltünk egy részletet, ugye az EGRI, tehát a Gárdonyi kiállításban, és a nyugdíjas csoportnak is felcsillant a szeme, hogy itt a múzeumban lehet énekelni is, úgyhogy találtam nekik megfelelő éneket is, hiszen Gárdonyi Géza írt egy olyan karácsonyi dalt, ez a Fel nagy örömre, amelynek a szövegét és a dallamát is ő írta, tőle származik, úgyhogy a nyugdíjas csoporttal rögtön elénekeltem ezt. Én azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sok látogatója legyen mindhárom múzeumnak, sok munkával és sok-sok élménnyel. Önöknek pedig azt ajánlom, hogy hát akkor kövessék Gárdonyi nyomát a Sátoraljaújhelyi múzeumok valamennyiében. Köszönöm a figyelmet, búcsúzom, pedig Szabó Balázs bandájától hallgathatnak egy koncertrészletet. Thank you.
szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget, fenn a magasban, fenn a magasban, dörgedelem vad, dörgedelem vad, dörgedelemmel, dörgedelemmel, s kék jele hervad, s kék jele hervad, lenn a tavaknak, lenn a tavaknak, s tükre megárad, s tükre megárad, jöjj be a házba, jöjj be a házba, vesd le ruhádat, vesd le ruhádat, már esik iskin, már esik iskin, már esik iskin, vesd le az inget, mossa az eső, összeszívünket. Yeah.